Egymás után önti a teli vödröket ez a férfi a platóba, a korai golden alma jó termést hozott ezen a birketanyai ültetvényen, de még messze a szezon vége, amit október végére jósol Szabolcsi Attila őstermelő. A termés nagy részéből gyümölcslé készül, ami főleg az árualma alacsony felvásárlási ára miatt alakul így, de ugyanez elmondható a léalmáról is. 38 forintos nettó áron indult el a léalma felvásárlási ára a szezon elején, egy hete körülbelül 3 forintot emelt rajta a felvás, vagy a feldolgozó, tehát most ilyen állászány 41 forint. Hát mindenki döntse, hogy 41 forintból mit lehet vásárolni esetleg, illetve gondolja végig, hogy 41 forintból 1 kiló almát hogy lehet esetleg megművelni, megtermelni, leszedni, és még hogy haszon is legyen rajta. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az elmúlt 5 esztendőben mintegy 6000 hektárral csökkent az alma termőterülete, ami azt jelenti, hogy évente több mint 1000 hektár almás tűnik el. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ültetvények nagy része 20-30 éves, vagyis előregettek, ezért alacsony hozamúak. Egy-egy új ültetvény termőre fordulásához pedig 2-5 év szükséges. Ezek a régebbi ültetvények már, én azt mondom, hogy itt legalábbis Nagykálló környékén szerintem egy ilyen 70%-ban már nem működő ültetvények, tehát felszámolás alatt vannak. Aztán, hogy ezután mi lesz a sors, hogy valaki telepít-e modern ültetvényt, tehát jéghálóval, támrendszer, stb., az már egy másik kérdés, de lehet mondani itt is, hogy Nagykállóban is nagyon-nagyon-nagyon visszaesett a termőterület mértéke. Az előző évi termés Magyarországon mindössze 280 ezer tonna volt, ami csak nem a fele a 2021-es évi mintegy 520 ezer tonnának. Akkor az aszályos időjárás okozott kárt a mezőgazdaságban, idén inkább az a kérdés, hogy meddig érdemes az előregedett ültetvényekbe pénzt fektetniük a gazdáknak, mivel a külföldről behozott alma is népszerű a vásárlók körében. Én a magyar alma híve vagyok. Az, hogy most Hungarikum lesz a magyar alma, hát erre én csak azt tudom mondani, hogy szerintem ez halottnak a csók körülbelül az a kategória. Ez körülbelül 30 éve kellett volna, amikor még tényleg volt magyar almatermesztés, akkor kellett volna egy kicsit ezt átgondolni és fejleszteni. Mert most már nem mondja, 24. órában vagyunk, szerintem már azon is túl vagyunk. A hazai almatermesztésben vélhetőleg a 2025-ös év hozhat fordulópontot, amikor az eddigi támogatási rendszer kifut. A szakemberek szerint legrosszabb esetben több ezer hektár almaültetvényt vághatnak ki ezután a termesztők.